Mindenek előtt az edző! Kovatkoznék az edző! Tomislav Cidic! Tomislav Cidic, a kapus edző! Szabó István! Dóra Tibor! Bozóki Ferenc! Vas Szilvia! A vezetők! Esuász Attila! Losonci László! Rózsa Ilona! Kapuszti Gabrien, Parádi Erika, és hát azt hiszem, hogy végül, de nem utolsó sorban, az a két ember, akinek ez a siker többek között köszönhető, Rózsa Pál és Versegi János, a csapat tulajdonosai! Gratulálunk, kedves közösségünk, a Magyar Kupa győztes csapat, a KT Ereko! És akkor kedves közösségünk, azt hiszem, hogy igazán nagyon szép gesztus az, hogyha a kupa győzelem tiszteletére meghallgatjuk a magyar himnuszt. És hát mindenkit megkérek, hogy segítsen be, énekeljük együtt a magyar himnuszt. És a mikrofonnal együtt a szót Kecskemét Megyégújúváros polgármesterének, dr. Zombor Gábornak. Mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntök és gratulálok. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk rátok, mindnyájatokra. Talán ilyen estében akkor volt részünk, amikor feljutott a csapat az NB1-be. És akkor azt mondtuk, hogy néhány éven belül nemzetközi kupában fogunk indulni. És ma elérkezett ez az időpont. És külön köszönöm a játékosoknak, de talán még jobban a szurkolóknak, akik mindig kitartottak mellettünk, és
ott voltak Pesten is, és megmutattuk a pestieknek, megmutattuk a videót annak, hogy a híres város a szíres város. És külön köszönöm Tomislav Szivisznek! Kivel feljutottunk. És akkor engedjétek meg, hogy a polgármester után meghallgassuk a tulajdonost, ő hogyan értékeli a mai napot.